Tavaly áprilisban a hatvani Albert Schweitzer kórház vette át az aszódi járóbeteg szakellátás működtetését. A meglévő lakosság mellett 90 ezer emberrel bővült az ellátásra szorulók száma. A megnövekedett igények tették szükségessé a kórház fejlesztését, az orvosok és ápolók számának gyarapodását. A hatvani Albert Schweitzer kórház vezetése egyébként is, és az egész csapat, akivel eddig dolgoztunk, arra törekszik, hogy a régió egyik vezető kórháza legyen, és ezért nagy örömünkre szolgált, hogy ez egy 90 ezeres lakosság létszámmal a lehetőségünk van arra, hogy meg a munkánk és az ellátandó terület is megnövekedhetett. Minden olyan lehetőséget, külső lehetőséget is megragadunk arra, hogy tudjunk fejlődni, ami például uniós pályázati forrásokat, amikkel szebbé, jobbá tudjuk tenni a külsőnket, illetve a szakmai színvonalunkat. A közelmúltban zárult le és épült meg egy konzorciumi pályázat keretében egy EMOP pályázat, aminek kapcsán több mint 553 millió forint került beépítésre, és ennek keretében egy rehabilitációs központ épült a kórházunkban. Uszodával nagyon-nagyon modern rehabilitációs eszközökkel, ami már most látjuk, hogy a hatvani és az aszódi betegeknek is a nagy megelégedésére szolgál. Nagyon szívesen keresik fel azóta a rehabilitációs központunkat a betegek. Házi orvosok is megismerhették, betegek is már használják, és olyan visszajelzést is kaptunk, hogy országos szinten is megállja a helyét, nem csak a térségben. A másik ilyen pályázatunk, amelyik most éppen tehát a műtőblokk építése, sterilizáló építés, komplett radiológiai sürgősségi osztály kialakítására pályáztunk. Ennek éppen zajlik a kivitelezés kiválasztására vonatkozó közbeszerzése. Ez egy TIOP pályázat, ami közel 2,2 milliárd forintos beruházás lesz. És hogyha lezajlik ez a közbeszerzés, akkor reméljük, hogy a nyár elején megtörténik az első kapavágás, és a jövő év végére átadásra kerülhet ez az épület, amelyik a kórházzal egy átjáron keresztül ízesülve egy vadonatúj és európai szintű központi műtőblokkot foglal magába, komplett sterilizálás megújul, és a radiológia végre egy helyre kerül a kórházban, hiszen eddig külön helyen volt az ultrahang, külön helyen a CT és máshol a röntgen. Így a betegutakat le tudjuk rövidíteni, ahogy beérkezik a beteg a kórházba, már a földszinten, a sürgősségi osztályon és a diagnosztikán keresztül eldől, hogy mi lesz a sorsa, marad a kórházban, és akkor följebb kerül, esetleg műtétre kerül, vagy osztályos ellátásra kerül, vagy ha nem, akkor a földszintről a laborvizsgálatok és a kötelező diagnosztikai vizsgálatok után esetleg haza tudjuk őket engedni. Tehát az egész kórház ilyen szempontból az arculata is meg fog változni, hiszen a emeleti helyiségekben már csak a fekvőbetegellátás fog zajlani, és a földszinten, illetve esetleg az első emeletre kerül csak a járóbetegellátás. Az intézmény a pályázatokon kívül különböző forrásokat is igénybe vesz a fejlesztés érdekében. Kórházunk 2012 óta nagyon jó kapcsolatban áll a Jászfényszalusi Samsung céggel, akik a kezdettől fogva számos monitorral szerelték fel egyenként szinte most már minden osztályunkat. Viszont idén egy nagyobb felajánlást tettek, hiszen megtudták tőlünk a mi általunk végzett szűrővizsgálatok kapcsán, hogy a hatvani kórház nem titkolt vágya, hogy a szülés számot emelje, és ebben nyújtottak nagy segítséget, hiszen segítettek a VIP szülőszoba kialakításában első körben, aminek az volt a célja, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy a szülőnő ne legyen egyedül a szülés alatt, lehessen vele ott valamelyik hozzátartozója, akár a párja, akár a férje, akár pedig más hozzátartozó,
és ennek az elvárásnak próbáltunk ez új szülőszoba kialakításával megfelelni, amit felújítva kapnak meg a betegeink. Felszereltük elektromos többfunkciós szülőágyal, van benne relaxfotel, CD-lejátszó, smart TV, labda, hogyha azon akar vajudni esetleg az anyuka, és ezzel elkülönülten tudnak együtt lenni a vajudás, a szülés alatt, és a megszületett újszülöttel is el tudnak időt tölteni, hiszen mindenki tudja, hogy a kontaktus teremtés az anya és a gyermeke között, ez nem csak a terhesség ideje alatt, hanem a megszületés után is nagyon fontos, és nem mindegy, hogy ezt még 3-4 másik szülőnővel együtt, vagy pedig külön tudja az ember ezt az élményt megélni. Tehát kialakítottuk ezt a nagyon szép VIP szülőszobát, de itt még nem volt vége a történetnek. A Samsung cég épített nekünk egy családi szobát 4 millió forintért. Elképzelhetik, hogy mennyi szépség van ebben. Itt az egész család beköltözhet a szülés után arra néhány napra, amíg az édesanyja és az újszülött, amit itt kell, hogy töltsön. Itt lehet vele a férj, az esetleg már meglevő testvér, és együtt élhetik át azt az élményt, amit a szülés követően, azt a pár napot, amit a megszületett újszülöttel együtt töltenek. A kórház fő céljául tűzte ki a születésszámuk növelését, ezért folyamatosan bővíti szolgáltatásait. Az egyik ilyen újdonság, hogy az állapotos anyukáknak lehetőségük van 4D-s ultrahang felvételen megörökíteni a terhesség pillanatait. Babamozink is van. A 4D-s ultrahang beszerzése után lehetővé tettük a terhes anyáknak, hogy megörökítsék azokat a pillanatokat, amikor még a baba a pocakjukban van, és hogy később ezeket a felvételeket majd meg tudják mutatni a felcseperedő gyermeknek, és kezdődhessen úgy a családi fotóalbum, hogy itt vagy kisfiam az ultrahang felvételen. Nagyon népszerű ez a szolgáltatásunk. Van egy ajánlott ideje, a terhesség 26 és 30. hetek között ajánljuk ezt a 4D-s ultrahang vizsgálatot, ekkor a legoptimálisabb, hogy már kifejlődött a baba annyira, hogy lehet látni a mimikáját, a mozgásait, viszont még nem akkora a terhesség, hogy ez már a méret miatt már esetleg akadályozó lenne. Erre a vizsgálatra bejelentkezhetnek a terhes anyák, ezt térítés ellenében végezzük ezt a vizsgálatot, nagyon-nagyon népszerű, és én azt gondolom, hogy a szülőnők egy része emiatt is jött hozzánk, és büszkén mondhatjuk, hogy a kialakított családi szoba még a megnyitása óta nem volt üres. A szülés számunk is szépen alakult, hiszen ez volt az eredeti célunk, hogy a 60-i kórház szülés száma megnövekedjen. Míg 2012-ben 375 szülés volt, az elmúlt évben már 415 baba született, úgy, hogy az országos trend viszont csökkenő tendenciát mutat, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Milyen egyéb új eszközökkel gyarapodott az újszülött osztály? Számos felajánlást kaptunk ezen kívül is. Egy budapesti magánszemély, akinek egyik újszülöttes nővérkénk az ismerőse, az elmúlt év során 750 ezer forintos adományjal ajándékozott meg bennünket, amiből tudtunk venni 10 olyan gurulós baba ágyat, amivel az úgynevezett rooming-in rendszert meg tudjuk valósítani. A kórházunkban van lehetőség arra, hogyha az édesanyja kéri és az állapota, az anya állapota, illetve a baba állapota is megengedi, ki tudjuk engedni a kisbabát az édesanyja mellé a nappalra, hogy együtt tölthessék a napot. Ezekhez nyújtott nagy segítséget ezek a baba ágyak, hiszen a baba ágy egy részében ki tudjuk rakni a babát, a másik felébe pedig bele tudjuk tenni a napi ellátásához szükséges eszközöket. Ezen kívül ebből a felajánlásból még tudtunk venni a koraszülöttek újraélesztéséhez szükséges eszközöket, laringoszkópot, lapocot, tehát olyan dolgokat, amik felújításra szorultak, és olyan méretűek, amik korábban nem álltak a rendelkezésünkre, hiszen az utóbbi években azt látjuk, hogy
megmenthető és megszületendő gyerekeknek a életesélyei sokat növekedtek. Sokkal korábbi terhességi hétből megszületett gyermekeket is meg tudunk már menteni, és az ő újraélesztésükhöz szükséges eszközöket is tudtuk gyarapítani ezzel a felajánlással. Ezen kívül kaptunk céges felajánlást is. A Tommy Pippi cégtől kaptunk olyan szép, olyan cumis üvegeket, amik nagyon modernek. Ezekhez kaptunk sterilizáló berendezést, mellszívót. Tehát számos olyan eszköz érkezett a kórházunkba, amivel egyrészt szakmailag, másrészt kényelmi szempontból tudjuk növelni az ellátás minőségét. Dr. Rosta Ildikó továbbá elmondta, hogy jövőbeli tervei közt szerepel az épület homlokzatának felújítása, valamint a nyílászárók cseréje. A finanszírozáshoz szükséges pályázat elbírálása folyamatban van. A kórház honlapján az ASK60.hu oldalon naprakészen tájékozódhatnak a fejlesztésekről, szakellátásokról és egyéb szolgáltatásokról.